újabb 3-0-ás sorozat. És egy újabb cikora védés. Mindenből tud tényleg poént csinálni, és minden a jót tudunk röhögni, úgyhogy szerintem ő egy fantasztikus ember, és még most jön a java, szerintem az ő karrierjében. Az nem ledzicszer, igen, meg egy védés, és Szikora teljes extázisban. Nagyon jó látni, hogy tényleg ilyen nagy extázisban szokott védeni, úgyhogy biztosan nagyon jól lehet előtte védekezni, és nagyon sok erőt adhat hátulról, úgyhogy én csak pozitív dolgokat tudok róla mondani. Stanko, de szépen megcsinálták, Szikora! Összességében, ahogy a Nere szokott fogalmazni, jó volt a támadásunk, és jó volt a védekezésünk, és jó volt a mérkőzés. Szoktam hülyeségeket nyilatkozni, bevallom. Olyan igen felfogozott hangulatban vagyok, és olyan adrenalin pörgésben, hogy csak úgy kijött belőlem. Ugye Nere apánának volt ez a nyilatkozata, és én még vicceskedtem vele, amikor visszajött a világbajnokságról, hogy ezt még vissza fogja kapni egyszer, úgyhogy ezt most visszaadtam neki. Az elmúlt hetekben Szikora Melinda szenzációs teljesítményével és emlékezetes nyilatkozatával is felhívta magára a figyelmet. Egyébként nem szívesen szerepel, és az internetet böngészve valóban nem találunk túl sok személyes információt róla, inkább csak a sportszakmával kapcsolatos híreket. Nyilvánvalóan ez lejön, hogy kicsit megőrülök, megvadulok a pályán. Nekem két egyéniségem van, úgy gondolom, két egyéniség lakozik bennem. Az egyik az, aki ül, csak szemlél, és nem nagyon folyik bele a társaság mondandójába, vagy a másik, amikor olyan közegben mozgok, ahol úgymond tudom, hogy kik vannak barátaim, akkor szeretek úgymond hangadó lenni. Bár elég zárkózott tehát, a Siófok kapusa a Sport TV stábjával kivételtett, úgyhogy most egy kicsit közelebbről is megismerhetjük őt. A forgatás közben pedig az is kiderült, hogy nem csak a kapuban állja meg a helyét, a bowling és a biliárd is nagyon megy Szikinek. Sok csapatépítő programunk van, de most bowlingozni még nem voltunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy eljövünk a csapattal is ide. Egyébként szoktunk baráti társasággal bowlingozni nagyon sokat, vagy éppen biliárdozni, dárcozni. Melyikben vagy a legjobb? Hát én azt hittem, hogy bowlingban elég jó vagyok, mivel én tekéztem versenyszerűen sokáig, 4 évig, de aztán tegnap kiderült, hogy a Schuchnelli lazán megverte az egész társaságot, úgyhogy most kicsit visszább vettem, most kell gyakorlás, úgyhogy most itt az alkalom, hogy picit felhozom újra magam egy jobb szintre. A sportolók életében elengedhetetlen a bemelegítés, úgyhogy a beszélgetést is néhány villámkérdéssel indítjuk. EHF kupa győzelem vagy bajnoki ezüst a Siófokkal? Egyértelműen bajnoki ezüst. Bár nekem nincs nyilván EHF kupa győzelmem és érmem a vitrínbe, de azt gondolom, hogy ha a csapatot nézem, akkor elsődlegesen az a cél, hogy BA-t játszunk a következő évben. Tél vagy nyár? Télen születtem, de annyira nem szeretem a hideget, úgyhogy egyértelműen nyár. Kutya vagy macska? Kutya. Vízpart vagy hegyek? Vízpart. Hogyha kikapcsolódás, akkor mondjuk mozi vagy könyv? Mozi. Pizza vagy saláta? Ajaj, pizza. Bor vagy sör? Bor. Budapest vagy vidék? Budapest. Ha nem kézilabda, akkor mit nézel a tévében sportot? Foci. Hogyha nem kézilabdázó lennél? Hát, ha nem kézilabdázó lennék, jó kérdés. Akkor a szüleim úgymond nyomására szerintem akkor tanárdiplomám lenne, és valószínűleg valahol testnevelést tanítanék. Van-e példaképed? Köztudott, hogy nagy hatással volt rám a fehérvári kapusedzőm, Sugár Tíme a személye, illetve azt gondolom, hogy a Lunde személye, aki nagyon jól tudott helyezkedni egy-egy átlövésre, az mindenképpen iránymutató volt számomra. És ezen kívül nyilván a magyar kapusokat mindig is nyomon követtem, illetve figyeltem. Nyilván Pál Julián Katalin is, Herorsit is figyeltem, úgyhogy nincsen kimondott példaképem. Van-e jelentősége a hetes messzámnak? Van jelentősége, mert igazából nagy jelentősége nincsen. Annyi jelentősége van csupán, hogy ugye 12-es számban véd Szilja Szolberg itt Siófokon, úgyhogy
kellett választanom egy másik számot. Korábban, amikor kisiskolás voltam, akkor a 7-es számban játszottam, nyilván akkor még nem kapus voltam, és ez volt a másik kedvenc számom, úgyhogy visszanyúltam egy kicsit a múltba, és előkaptam ezt a 7-es számot. És akkor mi lesz jövőre? Így, hogy felszabadul? Sokan feltették ezt a kérdést egyébként manapság, mostanság, úgyhogy nem tudom még, hogy mit fogok választani, de most egy kicsit, mivel ilyen jól megy a védés, most egy kicsit úgy gondolom, hogy a mérleg nyelve oda billen, hogy inkább a 7-es számban maradok, és a 12-es most kicsit hagyom. Úgy tudom, hogy Zolberger nagyon jó viszonyban vagytok, ez jó információ. Én személy szerint imádok vele dolgozni, nagyon jó kapus, és ami nekem még fontosabb, hogy nagyon jó ember is. Úgyhogy nagyon sokat segítünk egymásnak a pályán kívül is és a pályán is. Nagyon roppant szórakoztató egyéniség, és nagyon kis bonyolult lelki világa van. Egy kicsit hasonlít ebből a szempontból rám, úgyhogy nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Szikora Melinda nagyon nehéz időszakot zárt le a klubváltással. 2018 áprilisában szenvedett tércalakszakadást. Műtét, majd hosszú rehabilitáció következett. Nem tudom, hogy mit fog hozni még a karrierem hátra lévő része, de azt gondolom, hogy a múlt évem az egyik legnagyobb mélypontja volt a karrieremnek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem folytatom a Fradiban tovább. Volt egy nagyon jó lehetőségem külföldre, már fél lábbal úgymond külföldön voltam, már csomagoltam, hazapakoltam a szüleimhez azokat a dolgaimat, amire nem volt szükségem. Aztán jött hirtelen a Siófok kérése. Barátaimmal és szüleimmel átgondoltuk akkor, hogy mi lenne jobb, hogyha kimennék külföldre, vagy esetleg megpróbálnám itt Magyarországon még egyszer futnék egy kört, és végül is sokat nyomott a latban, hogy akkoriban két személyes barátom is úgy döntött, hogy ide jön Nere Apena és Tomori Zsuzsi Siófokra játszani. Nagy lehetőség volt számomra is, hogy újra velük pályára léphetek egyszerre, úgyhogy úgy döntöttem, hogy egy évet még megpróbálom itt Magyarországon. Mindenképpen családias, ami itt van. A nyomás azért megvan, mert mindenhol megismernek itt minket. Tényleg mindig ránk köszönnek az utcán, vagy egy-egy jó szót, vagy jó mondatot intéznek felénk, úgyhogy én nagyon szeretek itt lenni. Nem titok, hogy Budapest egy órányival van innen, úgyhogy ez nagyon közel van. Nagyon sokat vagyok Budapesten, imádok Budapesten lenni egyébként, de nyáron ezt a zsongást és a pörgést nagyon szeretem, ami itt van. Nem fogom. Jó! Volt be, hogy így akartam. Nem, aztán így akartam, szerencsém volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm a játékot. Mielőtt elbúcsúznánk, nézzük, milyen közvetítésekkel, illetve kézilabdával foglalkozó műsorokkal várjuk Önöket a hétvégén. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kezeket fel, legközelebb két hét.